Tisztelendő paptestvérek, tisztelt alpolgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim, Kalocsai Egyházmegye története eddig mintegy 90 elhunyt főpásztort, érseket tart számon, mert ebben nem tartoznak bele az egykori segédpüspökök. Asztriktól kezdődően egészen Dankó László érsek úrig az utolsó halottjáig az érsekeknek 90-et tudunk számot tartani. Mert elképzelhető az is, hogy a széküresedés idején vagy a török hódoltság idején talán rövid időre voltak kinevezett érsekek, de akiket pontosan tudunk, azok ennyien voltak. Csak egy része nyugszik a székesegyház alatt, nem csak azért, mert ez a székesegyház, ha úgy számítom, harmadik, ha úgy számítom, negyedik már ezen a helyen, hanem el is helyeződtek más egyházmegyékbe, esetleg az esztergomi érseki székbe, vagy meghaltak csatatéren, a Múj csatában, vagy a Mohácsi csatában, de azután az is előfordult, hogy kinevezték, és már útközben meghalt. Akik itt vannak, jobbára a török hódoltság után lettek ide temetve a székesegyház alá, és a múlt század elején nagy ásatás és föltárás idején képezték ki azt a kriptát, amelyben most nyugszanak, és az első, akit úgy tartunk számon, hogy Győri Saul lehetett, Győrből származott, az a 11. 12. század fordulóján lehetett itt érsek. Lementem annak ellenére, hogy nehezen megközelíthető a kriptába, és ott elmékedtem sorsukról, életükről, imádkozva és köszönetet mondva azért, hogy ők a hitben atyáink voltak. Mert úgy van ez a hit életben is, mint az emberi élettel, hogy minden emberi élettel kezdődik valami új, de ugyanakkor annak előzményei vannak. Így a hitnek is, bár tudjuk azt, hogy Isten kegyelme indítja meg az emberi lelket, de ahhoz emberekre volt szükség, hogy továbbadják az evangéliumot, a Krisztustól ránk hagyományozott tanítást és életet. Ők ezt tették, a hitben előttünk jártak, és a hit tanítói, megélői voltak. Pontosan most a hit évében kell erről megemlékeznünk, hiszen olyan jó az, hogy mi az egyszent katolikus és apostoli Anya Szent Egyházhoz tartozunk. Nem olyan közösséghez, hogy valaki összeszed 100 embert, elkezd valamit tanítani, esetleg kibéli a televíziót, és elnevezi magát egy egyháznak. Egyházat Jézus tudott alapítani, és az ő apostolai voltak azok, akik tovább adták ezt a hitet, és a szentelés által visszanyúlik egészen az apostolokra, minden püspöknek, és végül is minden papnak is a fölszenteltsége. Ez biztosítja a hitnek a tisztaságát, mert a hitet cserépedényben kell őriznünk, mondja Szent Pál apostol, az mindig veszélyes, hogyha nem vigyázunk a hitünkre, ugyanis megtámadja sokszor sokféle tévtanítás. Így volt ez már az első századokban is, sőt már az
újszövetségi szentírás is tanúja annak, hogy akkor is voltak olyanok, akik már Jézus Krisztus istenségét vagy testben való eljöttét tagadták. Elég csak János evangéliumára és leveleire gondolnunk. Ezért a hitet mindig arra megbízott embereknek őrizni kell, és a hit tisztaságát azt cserépedényben hordozzuk. Az Anya Szentegyház mindig irgalmas volt a rosszul élőkkel, mert az ember gyarló és bűnbocsánatot gyakorolt, de nem így a rosszul hívőkkel. Azokat kiközösítette, eretneknek nyilvánította. A hitet őrizni kell. A mai világ sem mentes a hit megmétejezésétől. Itt van például a halottak napi kultusz, hát egyre inkább teret kap már, ez az Amerikából jött új pogányság, a Halloween, már ki mit tudott rendeznek róla, jó üzleti fogás, és közben becsempészik az okkult és ezoterikus dolgokat. A lényeg az, hogy elfelejtődjék az, hogy halálunkkal lezárul az érdemszerzés ideje, megjelenünk Isten ítélő széke előtt és számot adunk, de ugyanakkor van irgalom is. Az irgalmas Atya úgy tekint ránk, sok esetben, mint visszatérő tékozló fiakra, és nekünk ezért is imádkoznunk kell elhunyt szeretteinkért. Az Ószövetségből mi katolikusok átvettük ezt az imádságot, amit a Makkabeusok könyvében is olvashatunk, és milyen jó, hogy átvettük, hogy van mit tennünk, nem csak ott ácsorgunk a síroknál, vagy igazgatjuk a virágokat, vagy gerebjézünk, vagy gyertyát gyújtunk, azt se tudjuk, hogy miért. Van nekünk erre is keresztény válaszunk, meggyújtjuk a gyertyát, mert az a föltámadt Krisztus szimbóluma, ő mondotta, én vagyok a világ világossága, és ezt a világosságot akarjuk halottaink számára is. És amikor azt kívánjuk, hogy nyugodjanak békében, akkor nem pusztán az az óhajunk, hogy ne háborgassák sírjukat, mert sajnos ez is előfordul már, hogy tönkreteszik a sírokat, ledöntik a sírköveket, hanem hogy Isten békéjében nyugodjanak, abba, amit csak Isten tud adni. És az a világosság, a föltámadt Krisztus fénye ragyogja be őket, és mindazt a jó cselekedetet, amit itt a földön tettek, számítsa be irgalmasan. Hát így álljunk ott a síroknál, és így emlékezzünk elhunyt szeretteinkre is, és most, amikor elhunyt főpásztorunkért szentmisét mutatok be, akkor köszönjük meg, hogy a hitben atyáink voltak. Az apostoliságot, Jézustól származó apostoliságot végig biztosították stafétabot-szerűen itt ezen a tájon, és mindig voltak olyanok, akik az egyháznak éppen ezt az oldalát, hogy apostoloktól származunk, ezt biztosították. Az a hit, amelyet hittek, megvallottak és tanítottak, az legyen számukra a menedék. Hiszen maga Jézus mondta az evangélium egyik legszebb mondatában, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta ért, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elhunyt érsekeink, papjaink hittek,
az egyszülött fiúban, a keresztre feszítettben és a föltámadottban. Ő legyen számukra az a bíró, aki tetteiket irgalmasan elfogadja, és adjon részt nekik a mennyek országában, az ő társaságából és a szentek közösségében. Így ebben a szent misében az emlékezésen túl szítsuk föl a hitet, erősítsük reményünket, erősítsük szeretetünket, hogy imádságunk értük bemutatott szent mise még a síron is túlmutat. Amen.